a Győr-Moson-Sopron megyében fekvő egyutcás Sarród, a Fertő és a Hanság között található község. A központjában lévő templom már a középkorban is állt, akkoriban még torony nélkül. Mostani alakját 1846-ban nyerte el, de Sarródon nem csak a történelemmel, a természettel is kapcsolatba kerülhetünk. Ugyanis a Fertő-Hanság Nemzeti Park központját is itt találjuk. A Nemzeti Parkban számtalan interaktív programmal is találkozhatunk, mint például a kenutúra, a horgászat. Kerékpártúrán is részt lehet venni, vegyük is fel a sisakot és induljunk. Jelenleg a Hanság főcsatorna partján állunk, ahol számos modern megfigyelő torony áll a látogatók rendelkezésére. Itt különböző kis táblákon segítünk, hogy melyik évszakban milyen madárfajt lehet megfigyelni. De a parkban nem csak a környék madárvilágával ismerkedhetünk meg, útközben több bemutató helyjel is találkozhatunk. Az igazi természetközeli élményért a László Majorba kell mennünk, ahol nem csak tanulhatunk az állattartás történetéről. De több házi állatfajjal is megismerkedhetünk. Tudom, hogy az állatok nagyon aranyosak, mindenki szereti őket, de még rengeteg látnivalónk van. Jó, értem a célzást, menjünk! Túránk során még akár több tanúsvényt is bejárhatunk, a kiállításokon pedig tovább ismerkedhetünk a környék élővilágával, természeti értékeivel. Aki ide jön kirándulni, több útvonal közül is választhat. A leghosszabb a mintegy 120 kilométeres Fertőtavat megkerülő bicikliút, amit biztos nem hagyok ki, ha hosszabb időt töltök itt.